Vannak védőoltások, amelyek időlegesen védenek bizonyos időre. Van tapasztalatunk az influenza vírus védőoltásával, amit megint az influenza védőoltásnál tett hamisságok miatt az emberek bizalma szakemberekben megrendült. Miért? Azért, mert nem mondták el, hogy az influenza annyira változtatja az immunitás sát, hogy maximum 70-80%-ban ad védelmet. Ez a vírus, a Covid, ennél is rosszabb, még kevesebb a biztos védelem, és mi a gond? Hát nincs időbeli tapasztalás, nincs közép, hosszú távú tapasztalás. A korábbiakból kiindulva a tudomány határozza meg, hogy ezek a védőoltások jó. Én egy példával szeretném megvilágítani, hogy nagyjából hogy kéne viselkedni. Én 1984-85-ben a Harvardon, Bostonban állatkísérleteket végeztem. Az állatkísérletek során, mivel többfajta állattal dolgoztam, volt egy reális veszélye a hepatitis B-nek. És föltették a kérdést, hogy kérem-e a védőoltást. Mondtam, nem. Erre válaszolták azt, hogy rendben, de ha ön hepatitis B-ben megbetegszik, egy fillért nem kap, és a gyógyítási költségét is magának kell rendezni. Na ez a kényszer. Ugye rafinált lehet a politika is, mert azt mondja, hogy jó, nem kell beadatni, de ha nem adatod be, akkor nem lehetsz tanár, nem lehetsz orvos, nem lehet. Tehát magyarul a józan eszünket kell használni, akinek az a feladata, hogy fönntartsa a családját. Az a feladata, abban a korban van, amikor ez a védőoltás védhet, akkor az a kisebb kockáztata adja magának. Az én tudományosan megalapozott javaslatom a következő. Egy. Hagyják, hogy az idősek megkapják, aki kéri. Kettő. Az, akinek nem olyan a munkahelye, kint dolgozik a szabadba, adja meg a lehetőséget azoknak, akik zárt közösségben emberekkel foglalkoznak. Kórházok, szociális intézetek. Szabad magyar paraszt, aki kint van, mezőbe, erdőbe. Nem fél. Azért sem fél, mert a jó Istennel is jóban van. Aki veszekszik a jó Istennel, aki nem bízik a jó Istenbe, aki tagadja Isten lét, abba félelem van. Tehát nem szabad félni. Krisztus Urunk, ez volt a legfőbb parancsa. Ne féljetek. Bízzatok a természetbe, bízzatok bennem, bízzatok magatokba. De ez nem azt jelenti, hogy lefekszünk és semmit nem csinálunk. Vitaminok, tiszta levegő, légzőtorna, mozgás, ezeket tenni kell. És figyelni az igaz hangra, de hol van az? Kinek higgyenek? A napi mantra szerűen legalább 20-szor elmondják ugyanazt. Ez félelmet kelt. Ne nézzenek tévét. Ne hallgassanak rádiót. Menjenek ki, természetesen imádkozzanak, verseljenek, szavaljanak. Fedezzék föl, hogy a magyarok legnagyobb gyógyítói, a költők, írók, olvassanak, hallgassanak zenét. Ébred a természet, gyönyörködjenek, ezt a rezgést vegyék föl, és ne nézzenek televíziót, ne hallgassanak rádiót, ne engedjék, hogy a félelem a testükbe lopulzon, mert a szellemükön keresztül a lelküket is megveszik ezek a kupárok.